Na nézzük a Kamaz 4310-es dobozost, hogy hogy is állunk. Hát a fényezése, doboz fönn van. Erről nem jó bemenni, mert pont visszajött a fény. De van, most már csak a villamosságszerelőnek van dolga, az irányjelzőt, lámpákat beköti, úgyhogy alakulunk. Nagyon szép lett. Ugye mentünk is vele, arról sajnos nem csináltam videót, de majd trailerre fölállásról lesz videó, meg mindenről. A belseje az így néz ki. Rajtókkal nem nagyon foglalkoztunk, mert fölösleges lett volna ezeket lefesteni, de itt kívülről azért. Kívülről lefestettük. Szépen. Van fönt sárvédő, ez se volt rajta gyárilag, hát vagy volt rajta, csak valaki lelakta biztos. Kipufogó is le van festve. Bele se fér a kamerába. Jó nagy. Felső kiegészítő, kipufogó csövezések, minden le van festve. Hát csolámpa búrák. Nagyon szép lett. Hát lesz majd videó az átadásról is, meg a szállításról is. A doboznak a fűtőrendszere, annak is az összes alkatrésze, minden össze van rakva. Hát üzemképessé lehetne tenni, de ezt nem kérték. Pótkerék, akkumulátor nincs benne, ugye? Nagyon szép a fényezés, nagyon tetszik, nagyon jó kis autó lett.